Valójában a labirintus volt, ami először eszünkbe jutott, mint egy ilyen közös szál, amire felfűzhetnénk az egész sztorit, és falakat szerettünk volna húzni ebből a két különböző alapanyagból, amit én használok. Ugye mind a kettő üveg tulajdonképpen, de teljesen más formában használjuk ezt az alapanyagot. És azt a kontrasztot szeretük volna kiemelni, ami egyrészt az én szobraim egy ilyen nagyon ilyen valamilyen elemi érzetet keltenek, és valahogy ilyen nagyon erős a jelenlétük, és a Zsófi munkái pedig inkább számomra ilyen éteribb, illékony, áthatolhatóbb falakként működhettek volna. Szóval ezt a kettőt szerettük volna valahogy egy ilyen labirintus építménybe megmutatni, de aztán ez a fajta kettősség hozta magával a Minotauruszt, mint ezt a hibrid lényt, aki ugye a labirintusba bezárva tengette napjait. Mert valahogy ez a fajta dualitás, ami az ő személyében megjelenik, az erőszak, valamiféle harag, agresszió, és a számomra valamiféle gyengétség is. Szóval ennek a két dolognak az ütköztetése hozta azt, hogy ezt a hibrid lényt felhasználjuk, mint alapmotívumot a kiállításban. Két közös művet is létrehoztunk, ami valahogy úgy történt, hogy igazából először én megrajzoltam ezt a szoknya-abroncs befoglaló formát, ami egy ilyen ketrecet is idéz, és abba a Zsófi, mint egy ilyen alsó szoknyát beleültette ezt a gyöngy szövetet. Annyiban változtak most a függönyeim az előzőkhöz képest, hogy raktam bele ilyen lyukakat, valami nagyon hosszú és a földet érinti, és valami pedig így egészen feljön eddig, és ilyen lyukakat képez így ebbe a fogsorba, és igazából ezt azért tettem bele, mert hogy az egész kiállításban sok szerepet kap ez a lyukacsosság, meg ez a rácsszerűség, hogy ott is van valami, meg nincs is ott, és valahogy ennek a kapcsolata, ez nagyon ilyen izgalmas számomra, hogy hogyan tud valami egyszerre ott is lenni, meg nem is. Mindegyik szobornak van egy ilyen belső fényváza, és most azt mondanám, hogy teljesen lekövetik azt, és ezáltal jön ez a ketrecszerű megjelenés. Szóval kicsit olyan számomra, mintha lefejtették volna a húst a régebbi formáimról, és előkerültek volna ezek a vászszerkezetek. Ezek a munkák talán annyiban mások az előzőekhez képest, hogy egyrészt a színpaletta az teljesen kicserélődött. Eddig nagyon jellemzőek voltak a pasztelszínek a szobraimra, és inkább ez a halovány, bőrtónusok és olyan finomabb színek domináltak, és valamiért most úgy éreztem, hogy valamilyen váltásra van szükség, hogy valamilyen erőteljesebb dolgot vizionáltam, és ez tök jól összeért a témával, amit a Zsófival kibontottunk. A piros az ugye egy ilyen áldozati létre mutat rá, mint ugye rögtön valahogy a vérre asszociálsz belőle, és a kék az meg ugyanúgy visszahozza ezt a fajta kettősséget, hogy az inkább egy ilyen égi szféra, vagy egy ilyen könnyedebb, magasztosabb dologra mutat rá. Van egy közös anatómiai érdeklődésünk, ami elég erősen körüllengi a motívumokat a kiállításon. A Zsófinak a munkáin a legtöbb helyen megjelenik az emberi fog, ami
utal erre a hibrid fenevadra. Ezt a fenevadat próbáltam én egy ilyen ketrecbe zárni, például ezzel a szoknya abroncsal. Még a színekről talán érdemes azt megemlíteni, hogy ez az anatómiai vonalon is alakult, a két főszín, a piros és a kék, mert hogy az ereknek, a vérnek a színe is valahogy egy ilyen közös asszociáció volt. Ez is utal így a szörnységre, hogy így a szörny, aki ugye így izzik, és aki vért ont, és valahogy így amiatt is választottuk, de ugye az anatómiai képeken meg úgy van ábrázolva, hogy a hús maga a piros, és kék az ér, ami benne fut, vagy ami így élteti. És így igazából valamennyire ez is referenciaként szolgált a színek választásához. A koncepcióban megjelenő labirintus az a nőiséggel nagyon erősen kapcsolódik olyan formán, hogy van egy elmélet, ami korábban üvegplafon elméletként definiálták, miszerint ugye van egy ilyen láthatatlan gát, amin nem tudsz nőként áttörni a karriered során. És volt egy másik elmélet is, ez a ragacsos padló. Ez egy bizonyos, amilyen titulusba bekerülsz valahova, abból nagyon nehéz később tovább lépni, tehát így beleragadsz a kezdetekbe, és mostanra azt mondják, hogy ez a labirintus elmélet, ami a legjobban leírja egy nőnek a karrierútját, mert hogy rengeteg ilyen kis mellékelágazás van az életünk során, ami eltérít mondjuk arról, hogy egy ilyen hatalmi pozícióba kerülhessünk.